Várakoznak a biciklisek a Kossuth téren. Innen indult péntek délelőtt a négy határon át nemzetközi bringatúra. A jelentkezők nagy útra vállalkoztak, három nap alatt négy országban is tekernek majd. Dobó István és Rákóczi Ferenc útján járunk, tehát elmegyünk Dobóruszkára, tehát innen Nyíregyházáról 100 kilométert bringázunk, elmegyünk Dobóruszkára, onnan pedig Borsiba, Rákóczi szülőházához, és ott megkoszorozzuk az emlékművet, valamint Dobó István sírját is megkoszorozzuk. Ez egy nemzetközi program, ehhez csatlakoztak Szatmár Németiből a kézművesek céhe, egy civil egyesület, Berek Százból jönnek majd a turisztikai egyesülettől, valamint Szlovákiából Nagykövesdől egy sportklub. A biciklitúra a kerékpárral hét határon át program egyik része, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinál. Összesen 15 millió forint értékben támogatnak önkormányzatokat és civil szervezeteket. Összesen 40 rendezvény lebonyolításában segítenek. Tavaly 9 túrában több mint 1400 kerékpáros sikerült megszólítaniuk. Az apropóját az adta, hogy a kisméretű szállópor határértéke miatt kötelezettségszegési eljárás van Magyarország ellen és sok más tagország, EU-s tagország ellen, és ebben ennek a programsorozatnak a részeként indult el a nem motorizált közlekedést népszerűsítő programsorozatokhoz kapcsolódóan ez a kerékpáros program. A túra további célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése. A rendezvény megnyitóján a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, erre a sportágra azért kell nagy hangsúlyt fektetni, mert a szórakozás mellett egészségmegőrző és környezetkímélő is. A területi operatív programban egy 7 milliárdos keret áll rendelkezésre kerékpáros fejlesztésekre. Igyekszünk az eddig meglévő kerékpáros utakat, kerékpárutakat összekötni és hálózattá fejleszteni. Mindannyian tudjuk már talán, hogy Toka és Nyíregyháza között elkezdődött a kerékpárútnak a megépítése, megszülettek a megfelelő döntések, és ehhez kapcsolódva igyekszünk a megye többi részét is bekapcsolni ebben a talán már mondhatjuk hálózatba, és ezáltal is népszerűsítve ezt a turizmus ágat. A péntek reggeli rajt után a biciklizők Nagykapos felé indultak. Az első napon összesen 100 kilométert teker a 35 fős csapat.